Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő Orgonák éjszakája idén új időpontban, május 18-án, pünkösd előestéjén várta az érdeklődőket szerte az országban és a nagyvilágban, természetesen városunkban is. A Pannonia Reformáta Múzeum Múzika Pannonika Reformáta bérletében Elisár Balázs lépett fel. Mint mondta, gyermekkorában egy koncerten rabul ejtette az orgona hangja. A művészetek völgyében 10 éves koromban Monostorapátiban voltunk egy koncerten. Arra is egészen pontosan emlékszem, hogy Grillus testvérek koncert volt, és a hegyi beszéd hangzott el, és hát olyan tömeg volt, hogy hát Balázsnak hol máshol jutott már csak hely a templomban, mint az orgonapadon, és akkor engem ott teljesen lenyűgözött ez a hangszer. Voltak homályos élményeim róla, ugye akkor még csak messziről láttam mindig orgonát, de ez volt az a pont, ami elindított azon, hogy én orgonista legyek. Elisár Balázs elköteleződött az orgona mellett. Ez a hangszer is olyan, mely nagyon sok tanulást igényel. Minden orgonista azt mondaná, hogy élete végéig mindig tanul valamit az ember a saját hangszeréről, mert főleg az orgona egy olyan, tényleg olyan különleges hangszer. Annyi stílusban épültek orgonák, minden országnak megvan a saját külön hangszertípusa, és ezeken mind külön meg kell tanulni játszani, és a megfelelő repertoárt kell rajta játszani, tehát hogy holtáig tanul az ember, vagyis hát az orgonista is, ugyanis mint a jó pap, ugyanez a helyzet azt hiszem az orgonistákkal is, igen. Elisár Balázs tanít, kántorként szolgál és koncertezik, mint mondta, hálás, hiszen egyensúlyban vannak az életében ezek a területek. Általában ez külön szokott válni sokaknál, én úgy veszem észre, hogy van, aki abszolút elmegy a tanítás irányába, van, aki abszolút elmegy a koncertezés irányába, ami, hát valljuk be, hogy mondjuk 100-ból 1, tehát aki csak a koncertezésből mondjuk meg tud élni. És úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül lenne az sem jó, mondjuk, ha én is csak koncertezésből élnék, mert egyrészt abba is bele lehet fásulni, akármennyire szép dolog. De én úgy gondolom, hogy az én életemben megvan ez az egyensúly, hogy a tanítás, a koncertezésnek az aránya most azt hiszem, hogy olyan, hogy én így ki tudok teljesedni, és nyilván egy ilyen koncertből, vagy egy ilyen helyszínből, utána akár még hetekig lelkileg tud az ember töltekezni, meg előrelépni, motiválódni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt is egy ilyen arany középút az, ami a legjobb, hogyha megvan. És úgy gondolom, hogy nekem ez most megvan. A tanítást fontos tevékenységnek tartja, hangsúlyozta. Mióta én lediplomáztam, azóta én tanítok. 3 év szünet volt, amikor nem tanítottam, de most jelenleg is tanítok, orgonát is tanítok, zongorát is tanítok, és sokan ezt mondják, de valóban így van, hogy sokszor a tanítványaink keresztül lát meg olyan összefüggéseket az ember, amit esetleg saját magától nem is látna meg. És akár az lehet egy 8 éves tanítvány is, tehát hogy nem kell feltétlenül egy gimnazistára, vagy egy egyetemistára gondolni, vagy egy felnőttre, tehát hogy mindig lehet olyan aspektusokat meglátni a tanításban is, amit korábban az ember nem vett észre esetleg. Az Ótemplom kapcsán kiemelte, hogy ez egy rendkívül különleges koncert lehetőség, nem csupán a tér adottságai, hanem az orgona miatt is. Az Ótemplomban levő orgona ugyanis egy virtuális hangszer. Ezekben a világ minden tájáról különböző stílusú orgonák hangját rögzítik. A repertoár összeállításánál ez is szempont volt. Elsődleges szempont az a hangszer, mert hiába akar az orgonista bármit játszani, hogyha azt a hangszer nem engedi. És hát van ilyen, hogy a hangszer nem engedi. Olyan szempontból én ma nagyon szerencsés vagyok, hogy ez egy virtuális orgona, és ugye négy nagyon híres, gyönyörű orgona van ide betáplálva a világból.
Tehát tulajdonképpen nagyon könnyű volt egy olyan műsort nekem összeállítani, hogy a lehető legszélesebb legyen a repertoár, minden korstílus, minden korszak minél több szerző képviseltesse magát, és hát nem utolsó sorban nyilván, hogy ez azért közönségbarát is legyen. Az első korszak, amit most palettára vettem, az a német barokk, és ezen belül is elsősorban az észak-német barokk, és aztán szépen elkezdünk majd haladni délfelé Johann Sebastian Bachal. Kedvenc szerzőmtől, César Franktól is van egy mű a francia romantika képviseletében. Aztán már a majdnem a, hát tulajdonképpen már a 20. században hajlóan szintén egy francia romantikus szerző, Duprétől is lesz egy darab. Lesz egy meglepetés, amit most nem árulnék még el, és hát ugye Eisenbeck Ágota helyi kiváló szoprán, aki nagy örömömre vállalta, hogy most közre működik, és a János Passióból fog egy részletet előadni.